Sziasztok! A mai vendégem Nyariki Noel, aki a Semmelweis Egyetemen tanul, jelenleg a 8. fél évét tölti a gyógyszerésztudományi karon, ha minden igaz. Noel, kérlek, egy kicsit mutasd be magad nekünk. Sziasztok! Igen, a Semmelweis Egyetem gyógyszer és tudományi karán töltöm most a 8. fél évemet, és gyógyszerésznek tanulok. Igazából ezek a legfontosabb információk szerintem most így rólam rögtön. Én amúgy már olyan tizedikes néként tudtam azt, hogy én valamilyen ilyen irányba szeretnék menni. Úgyhogy nekem ez így igazából teljesen simán jöttek így a dolgok egymás után, a biosz emelt érettségi, meg kémia emelt érettségi. És hát aztán kikötöttem itt, és most már amúgy látom a végét, a 8. fél évnél, ugye 10 fél éves a képzés, és hát majd csak utána jön nyilván a nagybetűs élet. A gyógyszerész képzés az nálatok ugye osztatlan képzés, amiből hát nem sok maradt egyébként így a mai rendszerben, de még van egy-kettő is, ugye ez pont oda tartozik, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag 10 fél év így egybe is nincs alap meg mesterképzés. Ugye azt mondod, hogy neked effektíve így gyakorlatilag ki volt rajzolva a fejedben, hogy milyen irányzatba is szerettél volna menni, de ha mondjuk az meg is volt, hogy oké, ilyen kémia, biológia, vagy akár így gyógyszerész is meg volt a fejedben, hogy jött neked az, hogy mi volt az a nyitotás, amiatt pont a Semmelweis Egyetemre választottad, mert ugye gondolom, hogy tudom is, hogy nem csak a Semmelweisen van ez a képzés, miért erre esett a választás? Hát ez egészen praktikus okokból történt, mert amúgy én abszolút pesti vagyok, úgyhogy nekem nem nagyon jött szóba az, hogy bárhova máshova menjek. Most itt nyilván az emberek itt elkezdik aztán a skandert, hogy akkor úristen, melyik a jobb egyetem, meg nem tudom. Ebből a szempontból örülök, hogy nekem ezzel így nem kellett foglalkozni, mert olyan városban vagyok, ahol amúgy van egy ilyen képzés, úgyhogy szerintem ez így teljesen jó, meg kényelmes. És egyébként a bekerülés az mennyire volt egy nehéz folyamat neked, vagy mennyire? Mi kellett az, hogy be tudjad kerülni, és mennyire nehéz oda kerülni? Én nekem annyi előnyöm volt, hogy középiskolában is már biológia-kémia tagozatra jártam, tehát nekem az órarendembe bele volt építve, mert szintén a biológia, meg a kémia, úgyhogy nagyon sok órám volt már a középiskolás 4 év alatt is ezekből a tárgyakból, úgyhogy innen már az emelt szintű érettségi az alapvetően könnyebb volt. Úgyhogy ez így jött. Látok kötelező emelt biosz és emelt kémiát is tenni ahhoz, hogy valaki bekerüljön oda? Úgy van, hogy az emelt biológia az kötelező, és mellé lehet választani, hogy emelt kémiával vagy emelt fizikával jön az illető. Hát a fizikával nem nagyon szoktak sokan jönni, mert amúgy nyilván baromi sok kémia van. Tehát amúgy, ha valaki meg is tanulja a fizikát emelt szinten, akkor attól függetlenül a kémiával is legalább olyan szinten tisztában kell lennie, különben azért hát lesznek gondok az illetőnél. Ja, igen, ez egyébként tök érdekes, nagyon sok kérdésnél szokott ugye az ilyen sarkalatos pont lenni, hogy mivel is lehet bekerülni oda, és mivel nyit ér, mert nyilván nálatok egyébként elég jól így gyakorlatilag rákényszerítenek arra, hogy olyan tárgyakból készül fel, ami ugye nálatok úgymond hasznos. Tehát most például teszem azt, a nálunk, mondjuk logisztikai mérnöki karon lehet jelentkezni informatikával is ugyanúgy, mint mondjuk fizikával, csak mondjuk a fizikát az 10-szer annyira használ itt, mint mondjuk az informatikát, és nyilván itt nagyobb előnyökkel is jár, hogyha valaki fizikával tanult elő. Viszont nálatok ugye, amit mondtad, a biosz, a kémia meg a fizika volt, és abból, ahogy mondtad, nekem úgy jött le, hogy effektíven nálatok a biológia az, amelyik a leginkább dominál, és nem tudom, hogy a biológia, a kémia és a fizika az nálatok, hogy a képzés során mennyire van jelen az egyenletben, hogy melyiket mennyire használjátok, és szerinted melyik mennyire hasznos, melyikre érdemes úgymond jobban felkészülni? Minden évben igazából, minden év folyamon én azt gondolom, hogyha most így gyorsan átfuttatom a dolgokat az agyamban, hát nyilván ugye a képzés vége az egy kicsit másfajta dolog, de amúgy mindig használja az ember a biológiát és a kémiát. Tehát azok mindenképpen mindig ott lesznek. A fizika az egy kicsit szerintem más, mert az olyan, abban van egy kis adag ilyen logikus gondolkodás,
meg abban van egy kis matematika is. Nálunk első éven van egy biofizika nevű tárgy, és utána még fizikai kémia egy másik tárgy, ami ezek azok, amikben benne van az a szó, hogy fizika, vagy bármilyen formában jelentkezik a fizika. Most azért ezekhez nem szükséges emelt szintű érettségi tudás. Tehát én amúgy próbáltam felvenni a fizika faktot még a bioszemelt meg a kémia emelt mellé, de amúgy nem kellett nekünk nagyon így fakultációt választani középiskolában. De amúgy nem nagyon volt szükségem így emelt szintű fizika tudásra a biofizika alatt sem, a fizikai kémia alatt pedig úgy érzem, hogy adott meg még kevésbé. A biosz az abszolút kell, tehát ott nagyon azért ott kell lenni a szeren. Nyilván, hogyha valaki nem szereti a... Hát vannak ugye ilyen tipikus érettségi tételek, mint a, amiket nem szoktak szeretni az érettségizők, az ilyen ökológia, meg nem is tudom, állatélettan, én például azt nagyon nem szerettem, mert nincsen semmi bajom az állatokkal, de nem tudnék mondjuk állatorvos lenni, ez biztos. Úgyhogy ez nekem nem annyira tetszett, de például a bioszon belül a növényekkel tisztában, ha tisztában van az ember, az egy tulajdonképpen nagyon jó dolog, és hát az ilyen sejtélettan, nekünk ez 11-ben volt, de hát nem tudom, hogy most már milyen a bioszoktatás pontosan. Szóval azzal mindenképpen tisztában kell lenni, tehát azt nem tudja elengedni az ember. Kémiából pedig, hát ott azt gondolom, hogy mindenre van szükség, mert hát nem is tudom, volt olyan, amikor összeszámoltuk, de valami 12 fajta különböző megközelítése van a kémiának ez alatt az 5 év alatt, úgyhogy... Ja. És egyébként nem tudom, nálatok mennyire vannak így az elején, meg akár a végén így elosztva a buktató tárgyak, nem tudom, mennyire jellemző az, hogy egy tárgyból nagyon sokan buknak, vagy ez így szét van szórva, és így össze-vissza bukdácsolnak, vagy ez így hogy néz ki nálatok? Van az elején egy olyan tárgy, amin sokan meg szoktak bukni, de amúgy most már nagyon nagy célja akarnak, hogy ez se legyen, hanem tényleg próbáljuk meg a hallgatókat megtanítani minél inkább jobban, plusz órákkal, vagy valahogyan arra a tudásanyagra ez az első ilyen alapozóbb jellegű kémia egyébként. Tehát az a célja akarnak, hogy minél kisebb legyen a lemorzsolódás, tehát ezt nagyon az egyetemnek elég magas szintjén is szeretik azért ezt hangsúlyozni, hogy ez egy fontos cél. Minden évnek azt gondolom, hogy megvan a nehézsége. Az első éven, nyilván az első fél év, ugye bekerül az ember egyetemre, soha életében még nem volt ilyen helyen, nem fogják már a kezét, nincsen osztályfőnök, stb., tehát hogy azért az éles váltás. Ott szépen elvickél az ember, aztán Semmelweis-en legalábbis most a gyógyszerész képzésnek egy kicsit megváltozott a mintatanterve, és most már a másodév az, ami úgy eléggé komoly nehézségeket támaszt a hallgatók elé. Ez amúgy az új mintatanterv még szerintem egy kicsit alakulóban van, meglátjuk majd a tapasztalatokat, hogy és mint, és akkor esetleg még lehet alakítani a dolgokon, vagy hát nem tudom, hogy ez hogyan lesz egészen pontosan. De az most egy nehéz időszak, mert ott nagyon feltorlódnak olyan tárgyak, amik önmagukban egyébként azért teljesíthetők, de együtt azért már nagyon sok, nagyon nagy a volumen a dolgoknak. És hát harmadévtől kezdve az én mintatantervemben egyébként még a harmadév volt a legnehezebb, meg a negyedévnek az eleje. Az új tematikában, vagy az új mintatantervben azt gondolom, hogy ott már egy kicsit a harmad, meg a negyed év az egyenletesebben úgy, egy kicsit úgy elosztottak a tárgyak, és egy kicsit talán könnyebb, mint amilyen korábban volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az elejét nyilván, közben pedig nyilván, ahogy ad előre az ember, hogy egyre kevesebb olyan hallgató van, akinek nincsen meg a tárgya, ugye abból egyértelműen nagyjából mindig csúszás van, mert hát nálunk tényleg az van, hogy minden egyes tárgyra nagyon sok másik tárgy épül, tehát nem itt ezzel trükközni, hogy akkor majd én felveszem ezt így meg úgy, hanem akkor passzív félő, kellemetlen.
bukásoknak és ezek a nehezebb tárgyaknak a buktatóságának az oka, az miből fakad? Mert ugye alapvetően nyilván lehet, van olyan, amikor például a mérnöki képzéseknél előfordul az, hogy inkább a gondolkodásmódot nehéz elsajátítani, és emiatt van olyan tárgy, ami teljesen új szemléletmódot igényel, és amíg az ember azt nem szokja meg, addig nagyon-nagyon nehéz neki elvégezni a tárgyat. Vannak olyan új képzéseknél, ahol hatalmas nagy lexikális tudásra kell feltenni, nagyon kevés idő alatt, emiatt nagyon nehéz. Van, ahol a bizonyos tárgynál például a tanárnak, az adott tárgynak a tanárának az elvárásai szoktak túl magasak lenni, és amiatt nagyon nehéz teljesíteni. Nem tudom, nálatok ezeknél a tárgyaknál van-e valami ilyen átfogó dolog, ami az egészet nehézé teszi, vagy körülbelül ez így hol helyeznéd el ezeket a dolgokat, mi lenne az oka szerinted? Hát itt most nagyon sok minden elhangzott, alapvetően ezeket meg tudom erősíteni, hogy mindenféle dolog előfordul, tehát van olyan, ahol nagyon nagy a lexikális ismeretanyag, és én legalábbis azt gondolom, hogy nem feltétlenül lenne szüksége ennyi dolognak a bemagolására, szóval ilyen miatt előfordulnak bukások mindenképpen. Amit én szeretek amúgy nagyon hangsúlyozni, és ami szerintem egy nagyon fontos történet, hogy nagyon nehezen tanul úgy a hallgató, hogyha nincsenek megfelelően körülhatárolva a követelmények. És itt arra is gondolok, hogy az is nagyon fontos a hallgatónak, hogy egyáltalán lássa azt, hogy mi az a lényeg az egész adott fél évben, mi az a lényeg, amit neki mindenképpen tudnia kell, és hogy ezt miért használja majd a diploma után. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok helyen ez hiányzik. Nem gondolnám ezt egy kar-specifikus problémának, vagy egy egyetem-specifikus problémának, ez szerintem nagyon sok helyen így van. Ez így van, igen. Tehát, hogy... De szerencsére van olyan tanár már az első éven is, meg vannak olyan tanárok a későbbiekben is, akik erre kiemelten figyelnek, hogy meg hát nyilván a képzésnek a végén már nem kérdés, hogy az adott dolgokat hogyan használja az ember a szakmában. De azt gondolom, hogy egy 5 éves osztatlan képzésnek az elejébe belecseppenni, és mondjuk még a másod évben is ott tani, hogy hát én nem tudom, hogy ezt hogyan fogom használni, azért az nem egy jó érzés, és az ember könnyen a motivációját veszíti, aminek az eredménye pedig az, hogy sokkal nehezebben teljesíti a tárgyait. Úgyhogy én legfontosabbnak egyébként ezt látnám, hogy tudja a hallgató azt, hogy ezt miért tanulja, lássa a lényeget, és hogy legyenek megfelelően körülhatárolva a különböző követelmények. Amit már mondtál is, hogy tök érdekes, én ezzel nem is találkoztam, hogy mondtad, hogy ilyen kis csoportokként mozogtok, hogy egyszer vezitek fel a tárgyaitokat. Gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy így mit tudom én, felvesznek mondjuk 100 hallgatót, és abból ilyen kis csoportok jönnek létre, és azok a csoportok mennek így együtt, így ez nagyon király. És a többiekkel egyébként így mennyire vagytok így akkor kontaktban, hogy mennyire ismersz másokat így a csoporton kívül, versus mennyire alakulnak ilyen kis klikkesedések, és azon a klikkesedésen belül így a közösségért így hogy néz ki nálatok? Hát ugye úgy indul a történet, hogy az ember eljön gólyatáborba, és már azért ott is megismer embereket, és azok nem feltétlenül azok az emberek, akikkel utána egy tanulmányi csoportban lesz. Tehát ugye voltak csoporttársaim, későbbi csoporttársaim, de nem csak ők. Tehát itt egyrészt ismeri az ember már a többieket. Én egy olyan tanulmányi csoportba kerültem, ami megszűnt később, mert úgy van eleinte 8 csoport van, és aztán lesz belőle 6 másodévre, mert általában azért el szoktak sajnos fogyni az emberek. Úgyhogy én olyan csoportba voltam, ami megszűnt, és akkor új csoportba kerültem, de még több embert megismertem. De azt hiszem 2 olyan csoport van, akikkel nem nagyon szoktunk mi találkozni, és őket kevésbé ismerem, de amúgy most ugye 6 csoportból 4-et azért ugye egészen jól szerencsére. Legalábbis én, azért vannak olyan csoporttársaim, akik egészen jól megvannak. Vagy saját magukban. Igen. Vagy azért így a szűk csoporttal. És érdekelne, hogy mondtad, hogy nem voltál kollégium, van, és nyilván a gőzbe se,
hogy így a közösségi életből, így a bulikból, nem tudom mennyire, milyen rendszeressége vannak nálatok, ugye akár kollégiumi bulik, amiben külsők is bemehetnek, akár egyetemiek szervezett, ahova mindenki mehet. Mennyire sűrűn vannak nálatok bulik, és mennyire tudtad így kivenni a részedet a közösségi életből, annak ellenére, hogy nem voltál kollégista? Ez nem teljesen helyes állítás, voltam amúgy kollégista egyébként, két fél évet voltam. Az egyetemen a nagyobb rendezvényeket azért két szervezett úgy lebonyolítani, ami ugye gólyatábort és az ilyen gólyákhoz kapcsolódó rendezvényeket nagyon szervesen bonyolítja, az az instruktor öntevékeny csoport, és vannak még másfajta rendezvények, tehát például a medikus kupáról, azt hiszem arról, aki a négy nagy képzőhelyen bárhova jár, ő biztos, hogy ott, tehát vannak még egyéb rendezvények, azokat pedig a hallgatói önkormányzat szokta javarészt szervezni. Úgyhogy ezek a lehetőségek vannak, én amúgy mind a kettő szervezetnek a tagja vagyok, úgyhogy kiveszem a részemet a munkából. Én amilyen bulikat szoktam preferálni, azok például a gólyatábor, az egy hihetetlenül jó élmény, meg nagyon jó szórakozás. Tehát azért sokan nagyon félnek tőle, mert úristen, mi fog történni, de amúgy egy tök jó élmény, én azt gondolom. És ezt mutatja az is, hogy nagyon sokan azért oda így visszajárnak később ugye szervezőként. Nálunk nagyon ötlet, de bélem van egy ilyen kicsit ilyen tanárokat kicsit itt túl démonizáljuk, és emiatt a diákok között nagyon szoros a kapocs, és ez a kicsit kialakultnánk egy ilyen, ez a tanárok versus diákok, és emiatt nagyon-nagyon szorosan egybe van a közösség, és mindenki segít mindenkinek, ahol csak tud ezerrel, és nagyon, tényleg a közösség az nagyon egybe van nálunk. Nem tudom, nálatok van-e ilyen erős kapocs, vagy van valami, ami összefogja a közösséget? Nekem az a tapasztalatom, legalábbis a gyógyszerész karon, hogy nagyon, főleg már nyilván, ahogyan egyre inkább közelít az ember a végéhez a történetnek, nagyon kollegiális a viszony azért a tanárok és a diákok között. És tényleg nem arról van szó, hogy szivatják az oktatók a hallgatókat. Én, amiket a BME-ről hallottam, azok nagyon megfelelnek annak, amiket te mondasz. És ezt tökre sajnálom amúgy, hogy ez ilyen, de a szemmelvészen abszolút nem ez van. Tehát, hogy én nem éreztem sosem azt, hogy itt most úristen az történne, hogy ki akarnak készíteni a tanárok minket meg, hogy minden áron meg akarnak buktatni. Úgyhogy nekem ilyen nem volt. De hogy a hallgatók között emiatt ilyen jellegű dolog szerintem így nagyon kiemelhető módon nincsen, de hát persze szeretjük egymást, nincsen. Jó oktatók versus jó tanárok vannak. Ugye nyilván az, aki saját szakmáján belül elismert, és jó kutatónak, és jó maga, mint szakmailag elismert és felkészült oktató, az nem jelenti azt, hogy valaki azt a tudást, amivel ő rendelkezik, azt jól át is tudja adni. Nyilván mindenhol változó, mindenhol más arányban vannak jelen, mindenhol vannak nyilván nagyon jó képességű oktatók, akik nem tudnak tanítani, és vannak olyanok, akik kicsit kevésbé jó képességűek, vagy hasonló képességűek, de nagyon jól tudnak oktatni, vagy tanítani, és emiatt nagyon jól át tudják adni az anyagot, és nyilván sokan szeretik is őket. Hogy nálatok körülbelül milyen arányban vannak ilyen a jó tanárok, a rossz tanárok, hogy ez így hogy kell elképzelni, és mennyire felkészültek a ti tanáraitok, hogy érzed? Nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert én alapvetően nagyon maximalista vagyok, tehát hogy én azt értékelni kell egy tanárt 1-től 10-es skálán, akkor én nagyon ritkán tudok, de szerintem bárkinek kis 10-est adni, mert mindig vannak azért szerintem apró dolgok, amikben lehet javulni. Tárgyi tudása azért szerintem mindenkinek van, tehát hogy olyan, hogy ilyen oktatást veszélyeztető tárgyi ismereti hiányosságok lennének, azt gondolom, hogy ez nem működik meg. Aki ilyenekkel rendelkezik, azt én úgy gondolom, hogy nem engedik be az oktatásba. Ugyanakkor azért megkérdőjelezhetetlenül jelen van az a probléma, hogy igenis vannak olyanok, akik jó szakemberek, de nem tudják átadni az ismereteiket egyáltalán. Úgyhogy hát igen, ilyenek vannak.
abszolút. Ha jól tudom, és jól sejtem nálatok, ugye vannak ugyanúgy eladások, gyakorlatok, és még laborok is erre ugye feljönnek, amik nyilván nagyon sok kérdést nincsenek, és hogy körülbelül ezek a laborok, ezek hogyan néznek ki, mennyire gyakorlatorientált a képzés, tehát mennyire inkább a laborokra, meg a gyakorlatra van helyezve a hangsúly, szemben mondjuk az elméleti részével, és hogy az egész laboros, ez így hogy néz ki nálatok? Ugye már minden már rögtön az első éven elkezdődik, ami nagyon-nagyon jó, tehát már rögtön az első kémiás tárgynál laborban vagyunk, és egyébként ezek a laborok az ELTE-n vannak, tehát minket az ELTE-n dolgozó oktatók közül is tanítanak, és hát úgy néz ki, szépen bemegy az ember a laborba, és akkor ott mindenféle dologgal, előtte van egy ilyen kicsit ilyen szemináriumosabb rész, és akkor ott elmondják, hogy mi a mai napon az anyag, és hát megcsináljuk a dolgokat. Én azt gondolom egyébként, hogy az egy nagyon jó dolog, hogyha ezekre a hallgatók felkészülten mennek, nyilván erre nem mindig van lehetőség, meg idő, de hát nyilván ez lenne az ideális. Úgyhogy én amúgy szeretem, ezek általában azért nyilván hosszabb, meg nagyobb volumenű dolgok, ezek a laborgyakorlatok, de én el tudtam ezeken mindig is úgy tölteni az időt. Most már azért úgy érzem a képzés végére, hogy ezért már fárasztó 3-4 órát így üldegélni, meg egy-két dolgot így csinálgatni, de meg hogyha már tényleg érzi az ember, hogy már amúgy konkrétan ugyanazokat a dolgokat csinálja, csak most egy kicsit így, most egy kicsit úgy, akkor azért az tud monoton lenni. Uh-huh. De amúgy szerintem élvezhető, tehát hogy... Kíváncsiak arra, hogy egyébként ez mennyire hasznos, ugye nyilván amikor valaki elvégez egy képzést, akkor nem úgy jön ki, mint egy kész szakemberként, csak egy valamilyen tudás. És van egy alaptudása, amire később ugye azt kitágítva tudja magát szakemberé képezni, viszont alapvetően ugye a kreditrendszer miatt mindenhol vannak hasznos, kevésbé hasznos és konkrétan felesleges tárgyak, és arra jövök kérdés, hogy nálatok egyébként ez így mennyire van arányban, tehát mennyire sok a hasznos tárgy és mennyire sok a kevésbé hasznos tárgy, és hogy ezek a laborgyakorlatok egyébként ezeket inkább hol sorolnál, tehát mennyire hasznosak ahhoz, hogy neked tényleg valamilyen szakmai tudást, vagy legalábbis ahhoz közelítő dolgot adjanak, és hogy ahhoz segítsenek téged, hogy minél jobb szakember legyél. Nagyon fontos, ugye, hogy ez a képzés ugye egy osztatlan képzés, és ezért tehát egy egységes és osztatlan képzés, tehát nincsen lehetőség arra, hogy az ember specializálódjon. Ebből kifolyólag nyilván azért, most hogyha elképzelünk egy olyan gyógyszerészt, aki patikában fog dolgozni, ami sokakkal azért előfordul, tehát egy olyan 70% patikában megy. Egy patikában dolgozó gyógyszerésznek azért olyan nagyon nem fog a hasznára válni az, hogy a szerves kémia laborban egy fél évben nem tudom hányszor 6 órát ott üldögélt. Aha. Tehát, hogy viszont aki elmegy egy laborba, és mondjuk ott szeretne dolgozni, vagy bármilyen ilyen preparatív munkát szeretne csinálni, annak meg tök hasznos lesz. És nagyon-nagyon sok tárgyal van ez így alapvetően, mert 3-4 nagy irányvonal van. Ugye van ez a teljesen klasszikus gyógyszerellátási gyógyszerészet, akik közforgalmú gyógyszertárba mennek. Tehát ez a közforgalmú gyógyszertár, ez a gyógyszertár. Bemegy valaki egy gyógyszertár, az egy nagyon nagy veszély, közforgalmú gyógyszertár lesz. Van az intézeti gyógyszertár, amit általában az emberek azért nem nagyon szoktak látni. Tehát ez a kórházon belül működő gyógyszertár, ami ellátja a különböző osztályokat megfelelő gyógyszerekkel. Tehát ez is egy irány, és ez ilyen kórházi klinikai gyógyszerészetnek hívják ezt. Nyilván itt is az van, hogy aki kórházi klinikai gyógyszerész, arra annak nem lesz szüksége arra, hogy az iparban hogyan csinálják ezt meg azt a műveletet, meg hogy menet közben hogyan ellenőrzik ezt vagy a. De amúgy nyilván nagyon jó, hogyha rálát. És a harmadik irány pedig az ipari gyógyszerészet, és még van egy negyedik ilyen hatósági ellenőrzős
amit hát, hogyha nagyon akarok, akkor nem tudom. Amúgy nehéz besorolni ebbe a háromba, de hogy még ez az irány van. Az ipariban meg nyilván nagyon feleslegesek lesznek olyan ismeretek, hogy most akkor nekem egészen pontosan a patikában hogyan kell megcsinálnom a bármilyen kenőcsöt, vagy pasztát, vagy akármit. Tehát megvannak ezek a hátrányok, de ez pont a képzésnek a sokszínűségéből fakad, én azt gondolom. És egyébként az ipari gyógyszerész, az mivel foglalkozik? Hogy néz ki az ipari gyógyszerész élete, és mit kell csinálni egy ipari gyógyszerésznek? Sokfajta lehetőség van, tehát mondjuk egy iparban jó, hogy egy gyógyszerész végzi a törzskönyvezési folyamatot, tehát hogy hogyan kap egy gyógyszerforgalomba hozatali engedélyt. Akkor a különböző mellékhatásoknak a bejelentésével, tehát bejelentenek mellékhatásokat, akkor azokat valahogyan feldolgozni. Ennek is van egy külön neve, ezt úgy hívják, hogy farmakovigilancia, de most ez lényegtelen. Tehát, hogy például ilyen lehetőség is van. Lehet a gyógyszergyárban ugye a technológiával foglalkozni, tehát hogy milyen módon formáljuk a gyógyszert úgy, hogy az megfelelő legyen, miért így kell csinálni, miért nem lehet úgy csinálni, hogyan fog egyenletesen felszabadulni a hatóanyag, kell-e nekünk, hogy egyenletesen szabaduljon fel a hatóanyag. Szóval nagyon-nagyon sok, de ezek most csak ilyen kiragadott történetek, szóval még nagyon sok más lehetőség van. A hatósági az pontosan, vagy hát legalábbis nagyjából az mit jelent, és mit csinál az, aki hatósági gyógyszerészként dolgozik? A hatósági munkakörben pedig igazából például az iparból, hogy az iparról kanyarodjak erre rá, tehát hogyha mondjuk egy gyógyszernek a törzskönyvezési eljárását folytatja mondjuk a gyógyszergyár, akkor ugye a hatóságnak küldi meg a különböző dokumentumokat, és a hatóság pedig ugye ezeket ellenőrzi, meg hát alapvetően is a közforgalmú gyógyszertárak irányába is ellenőrző tevékenységet lát el, meg a különböző intézeti gyógyszertárak irányába is ellenőrző tevékenységet lát el. Szoktak lenni ezek az emberkék, akik így szépen bejönnek a patikába, és akkor közlik, hogy jó napot kívánok, X vagyok, és akkor most egy ilyen ellenőrzés lenne itt, és akkor körbe mennek a patikába, nézzük, hogy minden rendben van-e, megfelelő helyen vannak-e tárolva a gyógyszerek, a különböző vegyszerek. Úgyhogy például ez egy rész, akkor ugye az iparit azt említettem, hogy ott ilyenekkel. Úgyhogy hát mindenféle, ott is mindenféle változatos feladat meg lehetőség van. Az egy szerencsés történet, hogyha mondjuk valaki ott kezdi a szakmát, mert akkor egy csomó mindenre rá tud látni, és akkor utána később tud, vagy hát általában ez szokott lenni, hogy valaki mondjuk pályakezdőként elmennek a hatósághoz, és akkor utána szoktak menni mondjuk például iparba, és akkor ott már ők tudják, hogy hogyan kell ezeket a dolgokat, tehát a törzskönyvezést meg egyebet csinálni. Bár nyilván az ideális állapot az pont fordítva lenne, tehát hogy igen. Nagyon jó szakemberek és a nagyon tapasztaltak dolgoznak a hatóságoknál. A jelenlegi tendencia az nem annyira ezt mutatja egyébként. Négy irányzat közül van valamelyik, amelyik már úgy, amelyekkel úgy szimpatizálsz és gondolkozol benne, hogy én inkább ebbe az irányba, vagy inkább az irányba szeretnék majd haladni. Mindegyiknek azt gondolom, hogy van előnye. Az intézeti gyógyszer, tehát az kórházi klinikai irányt, én azt egy nagyon nagy kihívásnak tartom, ami számomra abszolút pozitív. Tehát, hogy ott tényleg mindig toppon kell lenni, szakmailag, tényleg mindig mindent abszolút kell tudni, és ott nem fér bele a lazulás a történetbe. Én azt gondolom legalábbis így külső szemlélőként, mert még intézeti gyakorlat az szintén ugye 5 éves történet lesz. A közforgalmúnak is látom amúgy az előnyét, tehát én amúgy alapvetően szeretek emberekkel így társalogni és beszélni így a dolgokról, tehát annak mindenképpen van egy ilyen előnye, és ez tök jó. Bár amúgy a klinikai irányban is már van egyre inkább olyan tendencia, hogy betegágy melletti, tehát mondjuk a gyógyszerész is megy vizitálni az orvos tímmel, és akkor
ő is részt vesz a konzultációban, ami egy tökre jó és hasznos dolog, ez még nagyon egy ilyen feltörekvő történet, most születik úgy igazából, és külföldön már azért jelentősebb, ennek a szerepe Magyarországon még annyira nem. Hát a hatóságról azt gondolom, hogy az is abszolút érdekes, meg hát ott ugye, ahogyan említettem, ott minden megjelenik egy kicsit. Tehát az ilyen kicsit ilyen fúziós dolog. Nem tudom, hogy hallottam erre bármit, nekem most így ilyen klasszikus sztereotípiát, amivel szoktál találkozni, most tényleg pont az eszembe, hogyha most nekem, hogyha valaki azt mondja, hogy gyógyszerész, akkor egyben az jut eszembe, hogy tényleg bemész a patikába, találkozol egy, hát sokszor egy középkorú hölgyel, aki odaadja neked a kis papírot, és olyan odaadja neked a gyógyszert, és elköszönsz, és ennyi alapvetően, hogy így néznek ki a gyógyszerészeknek az életük. Nem tudom, hogy bármilyen más, vagy effektíve tényleg egy ilyen klasszikus sztereotípiával találkoztam már-e, amit így nem szeretsz, és úgy szeretnél így rendbe rakni. Persze. Nyilván itt aztán mindenféle dolgokat hall az ember, a mennyi visszakenőcsöt kevergetnitől kezdve, a patikus, meg bolti eladó, meg pénztároson át egészen sok mindenig. Hát nyilván ezekkel az ember megtanul, úgy lelkiekben ezt megtanulja helyre tenni, mert tisztában van vele, hogy azért az 5 év egyetemi képzés az nem ez. Szóval visszatérve kicsit pontosabban a kérdésre, igen, amikor ugye az ember bemegy a gyógyszertárba, akkor ugye találkozik egy emberrel, sokszor az nem gyógyszerész végzettségű, hanem gyógyszertári szakasszisztens, ami egy teljesen más történet, tehát ez nem egy egyetemi képzés. Ugyanakkor minden gyógyszertárban, minden műszakban szükséges, hogy legyen ott egy gyógyszerész. Nyilván mondjuk nekem már van olyan szemem, hogy látom, hogy mondjuk akik ott állnak, közülük melyikőjük mondjuk a gyógyszerész, vagy lehet, hogy egyébként nincs is elő, tehát mondjuk a műszakban ott van, de mondjuk éppen hátul van abban a pillanatban, amikor bemegyek a gyógyszertárba, mert mondjuk a laborban csinál valamit, tehát ugye ez kell egy szem. Én azt gondolom, hogy vannak ilyen sztereotípiák, nagyon érdemes ellenük dolgozni, ez egy kihívás, egy szakmai kihívás, mert ez nyilván nem egy jó dolog. Én szeretném azt az állapotot azért látni még, hogy tényleg nagyon nagy presztízse legyen, mert például Amerikában abszolút így van, tehát ott azért a gyógyszerész az egy nagyon komolyan elismert szakembernek minősül. Magyarországon én azt gondolom, hogy még nem tartunk itt, még nagyon sok dolgunk van. Sajnos vannak olyan intézkedések, meg vannak olyan döntések, amik sajnos viszik le a gyógyszerészek presztízsét. Mindenképpen egy nagyon jó dolog volt néhány évvel ezelőtt, már ezt hiszem van is már több mint 10 talán, hogy a gyógyszerészek is kapnak foglalkozásdoktori címet a képzésük után, tehát ugye 5 év után egy doktort írhatsz a neved elé, az egy nagyon jó dolog. Úgyhogy vannak jó és előremutató döntések, de vannak olyanok, amiket például én magam sem értek. Tehát most így negyed év végén kezdtük el tanulni a különböző jogszabályokat. Nyilván azért most, mert ugye azok folyamatosan változnak, tehát jobb, hogyha minden inkább a legfrissebbet tanulja meg az ember. És vannak olyan döntések, amiket én például abszolút nem értettem. Tehát egy gyógyszertárba például ugye, aki gyógyszerész, vagy orvos, vagy fogorvos, vagy állatorvos, az bemehet és kiválthat vény nélkül olyan készítményeket, amik amúgy vénykötelesek, mert rendelkezünk, vagy hát van ilyen kártyánk, és akkor azt megmutatjuk, és akkor tudják, hogy amúgy szakmabeliek vagyunk, és akkor fel kell írni a listára, hogy igen, ezt kiváltottuk, tehát hogy minden, és akkor nincs rá támogatás, meg semmi. Tehát, hogy ezt meg lehet csinálni. Viszont ott van az, hogy okés, de vannak megkötések, tehát nem lehet akármilyen gyógyszert, még hogyha vényköteles is, nem lehet akármilyen gyógyszert csak ezzel a kis kártyával kiváltani, mert vannak olyan nyilván fokozottan ellenőrzött gyógyszerek, amikben nyilván olyan anyagok vannak, amiket az ember így önmagában nem használ, tehát nem csak úgy
vidámságból váltanék ki mondjuk egy szorongás csökkentő készítményt. De hogy mondjuk az a durva, és én ezen amúgy személy szerint meglepődtem, és nem értem, hogy ez miért van így, hogy egy pecséttel rendelkező orvos, akinek ugye van ez a kis rózsaszín orvosi vénye, ő akkor is minden ilyesmi készítményre, ez nem teljesen igaz, de neki például szélesebb ez a paletta, amit kiválthat. És nem értem, hogy ennek miért kell így lennie, ugyanúgy állatorvos is írhat felvényt, és fogorvosok is, ugye fogorvosok, én azt gondolom, hogy szűkebb ismeretekkel rendelkeznek a mondjuk az olyan gyógyszerek terén, amiket ők a szakmájukból eredendően nem annyira használnak. Tehát igen, egy fogorvos abszolút tudja, hogy milyenek a fájdalomcsillapítók, meg a lokális érzéstelenítő, a helyi érzéstelenítő gyógyszerek, de lesznek olyan készítmények, ő nem használ, és ezért nem is tanultam mondjuk olyan mélyen. És nem értem, hogy az hogyan fordulhat elő, hogy egy fogorvos, aki ugyanolyan vénnyel, ugyanolyan pecséttel rendelkezik, mint bármilyen orvos vagy állatorvos. És akkor itt van a gyógyszerész, aki meg amúgy ezekre egyáltalán nem jogosult, pedig amúgy a gyógyszerekkel nagy valószínűséggel ő van a leginkább azért tisztában, meg nekik erre csúcsosult ki a képzés azért ennek az 5 év. Igen. És itt most nem akarom bántani a fogorvosokat, most nagyon csúnyán kiemeltem őket, de most ugyanúgy azt mondom, hogy egy bármilyen egyéb szakorvos is, aki csak úgy ott van egy mondjuk egy adott szakterülete, és ő is nagyon széles paletta közül választott. Szóval én ezt nem értem, hogy ennek miért kell így lennie, és szomorúnak tartom azt, hogy ez így van. Azért az Egyesült Királyságban a gyógyszerészek is rendelkeznek vényírási jogosultsággal, ami szerintem egy nagyon jó irány. És itt most nyilván nem arról van szó, és nem arról beszélünk, hogy egy gyógyszerész majd akkor diagnosztizálja a betegnek az adott problémáit, hanem akkor mondhatnánk, vagy akkor beszélhetnénk erről a jogosultságról, hogyha mondjuk van egy beteg, aki egy csomó gyógyszerre be van állítva, az orvosok mondjuk, nem tudom, jön a reumatológiáról, jön az onkológiáról, meg egyébként még jön a kardiológiáról, és szed egy csomó fél patikányi gyógyszert, és a gyógyszerész mondjuk igencsak bajban van, hogy igazából a betegnek el kell menni az orvoshoz, és akkor úgy lehet őt mondjuk átállítani, vagy adott esetben egy másik gyógyszerre. Tehát, hogy itt azért sajnos felmerülnek, én azt gondolom, hogy problémák, amiket lehetne orvosolni úgy, hogy a gyógyszerészeknek egy kicsit növeljük a megbecsültségét ebből a szempontból. Neked így, mint ugye gyógyszerész hallgató, mennyire volt belátásod már a maga a gyógyszerésznek így a hétköznapi életébe, és mennyire volt, nem tudom, volt a kötelező szakmai gyakorlatotok, és hogy így ezeket az ilyen, nem is tudom, hogy amit mondtál, hogy a gyógyszerész az még nem annyira elismert szakma Magyarországon, tehát nem, mégis underrated lehet ezt mondani, hogy esetleg beláttál már annyira így a hétköznapi életbe, hogy ezt meg tudod ítélni, hogy ez miért lehet így, hogy miért van az, hogy mondjuk az Egyesült Királyságban vagy Amerikában sokkal többre tartják ezt a képzést, addig itthon nálunk, ez valóban egyébként egy underrated szakma jelenleg. Azt gondolom, nem tudom, hogy pontosan hogyan mennek a dolgok az Egyesült Királyságban, meg az Egyesült Államokban. Nyilván azért az szerintem nem tesz jót a történetnek, hogy egy kicsit ilyen kiskereskedelmi irányba ment el, én azt gondolom, és ez ellen voltak azért komoly intézkedések, ez az egész történet. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy ugye kicsit már klasszikusan ilyen boltnak érzékeli az ember ezt az egész gyógyszertár történetet, holott amúgy benne van a jogszabályban is, hogy ez egy egészségügyi intézmény, tehát itt ez nem egy ilyen bemegyek a bármilyen boltba, és akkor ott veszek dolgokat. Viszont, és amivel én amúgy tökre nem értek egyet, hogy azért a gyógyszertárakban
Nyilván van egy ilyen irányvonal is. Tehát amikor mondjuk megjelennek a patikáknak a polcain kozmetikumok, ilyen kenőcs, olyan kenőcs, wow. A szép bőrre, meg a nem tudom mire, én ezzel nem annyira tudok egyetérteni. Holott meg nyilván ott van az a történet is, hogy itt ez egy valamilyen szinten egy nyilván egy üzlet. Nagyon-nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt, én azt gondolom. És az a véleményem, hogy ezért vidéken nagyobb a megbecsültség a gyógyszerészeknek, Budapesten pedig pont emiatt a hatás miatt megyünk el szerintem egy kicsit konkrétan minden sarkon egy gyógyszertár, bár benne van a jogszabályban, hogy meg kell lennie, hogy mekkora távolság legyen a gyógyszertárra között ajtótól ajtóig, tehát ha nem tudom, hogy ilyet megfigyeltél-e, két plázán, vagy egy plázán belül nem nagyon szokott lenni két darab gyógyszertár, hanem mindig egy van. Tehát, hogy ugye ennek abszolút ilyen jogszabály okai vannak, hogy ne legyen hogy akkor itt most így boltról beszélünk, meg bolti eladó, meg stb. Közben pedig ott van az, hogy alapvetően kicsit meg mégiscsak abba az irányba kéne menni, hogy ezek egészségügyi ellátó intézmények. Tehát, hogyha most belegondolunk abba, hogy hány patika van versus hány háziorvosi rendelő, akkor azért még mindig érezzük, hogy nyilvánvalóan nem a háziorvosi rendelők lesznek a többségben. Holott valamilyen szinten ugyanolyan tevékenységet kéne egy kicsit ellátniuk a gyógyszertáraknak, az lenne úgymond a normális, hogyha az ember mindig ugyanabba a gyógyszertárba menne vissza, és mindig ugyanazokkal az emberekkel találkozna, mindig ugyanazok az emberek ismernék már őt, tudják azt, hogy ő miért viszi az adott gyógyszereket. Lesznek egyébként, vagy vannak olyan fokozottan ellenőrzött gyógyszerek, amiket mindig az adott patikából lehet csak és kizárólag kiváltani. Tehát, hogy amúgy ez lenne nyilván a teljesen ideális állapot. De holott azért nyilván érthető nézőpont az is, hogy hát most, hogyha nekem szükségem van egy gyógyszerre, ami nem vényköteles, hanem csak a fejfájásomat akarom bele csillapítani, akkor most, és most mondjuk nem otthon vagyok, akkor nekem miért kelljen hazamenni azért, vagy a legközelebbi lakcím szerinti legközelebbi gyógyszertárba elmennem. Holott, és azt akartam még mondani, hogy amúgy Amerikában meg tökre ez van, hogy ott aztán vannak mindenféle dolgok a gyógyszertárakban, tehát ott nagyon sok minden dolgot lehet venni, az ilyen kozmetikumok, meg mindenféle ilyen, wow. Ilyen egyebek. Úgyhogy ez érdekes. Nagyon érdekes. Azért azt tudom, hogy Amerikában a képzés az talán időben is még több, meg aki itt elvégzi Magyarországon a gyógyszerészkart, az utána Amerikában, hát nem azt mondom, hogy előről kell, hogy kezdje a történetet, de ott nagyon sokat kell még tanulnia. Tehát, hogy az amúgy egy más világ, meg ott azért egy klinikai gyógyszerész ott tényleg, amennyire én tudom, ott azért nagyon ott van a középpontban. Wow, ez kemény, nagyon érdekes. Annyi kérdés lenne még egyébként a végére, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy van-e bármilyen ötleted, vagy bármilyen tanácsod, tipped annak, aki oda szeretne menni hozzátok, akár a Semmelweisre, vagy akár csak általánosságú, hogy egy gyógyszerészeten gondolkozik, hogy ilyen irányba szeretne menni, mit tudnál neki tanácsolni? Hát nézze meg azt, hogy ő ezt szereti-e, mármint, hogy azokat a dolgokat, amiket tanul és relevánsak, tehát mondjuk a biológiát és a kémiát, mert az nagyon fontos lesz, hogy ezt nem nagyon lehet úgy csinálni, hogyha az ember nem szereti. Az nagyon kidobott idő, meg energia, úgyhogy erre mindenképpen én azt gondolom, hogy oda kell figyelni. Fontos az is, hogy azt is nézze meg magában, hogy ő mennyire szeret segíteni az embereknek, de ez megint egy kicsit szerintem specializációnak, tehát a szakvizsgának a nézőpontja, mert most mondjuk aki egy kutatólaborban akar dolgozni, ő nyilván nem fog közvetlenül betegekkel találkozni. Szóval én leginkább általánosságban azt tudom mondani, hogy szeresse azt, amit tanul,
és hogyha szereti, akkor remélhetőleg nem lesz a későbbiekben gondja. Király, király. Jó, jó. Köszi szépen, Noel, hogy elfogadtad a meghívást. Én nagyon örültem, egyébként tök sok minden hasznos dolgot tanultam tőled, és szerintem ezzel más is így lesz majd. Jó, köszönöm én is a lehetőséget.